Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, és a kitartó hallgatóságot kérem foglaljanak helyet. Mint ahogy kollégám bemutatott, Tóth Zsolt vagyok a Nemzeti Örökség Intézetétől, és akkor megvárom, hogy mindenki visszaérjen az ülőhelyéhez. Köszönöm szépen. Sajnos olyan nagy csúszásba kerültünk, hogy igazából az utolsó kerekasztal beszélgetés egy rövidített beszélgetés lesz. Éppen, hogy csak be tudom mutatni a résztvevőket, de talán még egy-egy villámkérdés bele fog férni. Úgyhogy az itt jelenlévők mind olyan emlékhelyet képviselnek, amelyek valamilyen úton, módon kötődnek az 1848-49-es szabadságharchoz. Ugye a szabadságharchoz, amely a magyar történelem egyik legizgalmasabb és legdicsőségesebb fejezete, és a szabadságharchoz, amelynek ebben az évben fog kezdődni a 175. évfordulója. Időrendi sorrendben haladva, hogyha kronológiailag a szabadságharcot nézzük, akkor a Pákozdi csatát kell elsőnek megemlítenem. Ugye ezzel indult az első ütközete volt a szabadságharcnak, ami győzelemmel ért véget, és Pákozdi katonai emlékhely képviseletében köszöntöm dr. Görög István ügyvezető urat. Szeretném megkérdezni, hogy miként fognak a 175. évfordulóra szeptember 29-én készülni, illetve az emlékév során milyen programok várhatóak a Nemzeti Emlékhelyen. A Katonai Emlékpark Pákozd nemzeti emlékhelyet ugye 10 éve avatták nemzeti emlékhelyét, de egy valóságban nem csak 175 éves emlékhely, hanem ennek összességében 20-pár éve kezdődött a közvetlen története, és már az egy 175 éves történetet mutat be. Ez az a lényeg, hogy mi úgy tartjuk, hogy itt Pákozdon volt az első csata, és ez egyben a Magyar Honvédség tűzkeresztsége is volt, tehát ha úgy tetszik, innen számoljuk a Magyar Honvédség történetét. Ebben az évben mi ezért a 175 évet jelenítjük meg, és hát gyorsan megzavarjam Önöket, a 175 év valóságban valamikor május 16-án kezdődik, amikor Batthyány Lajos aláírja és meghirdeti, hogyha úgy tetszik, a honvédségnek a megalakítását, és ez első rendezvény május 13, amikor ugye az emlékhelyek napja lesz, amit mi ebben az évben, miután mi lehetünk még egy hónapig, vagy két hónapig az év nemzeti, vagy évi emlékhelye. Ebből következően nálunk lesz ugye a központi emlékhelyi rendezvény. Mi ezen erre a napra fogjuk összegyűmöszölni, hogyha úgy tetszik, a 175 év történetét, és be is fogjuk mutatni ennek a fontosabb eseményeit. Hát mindjárt a kezdetet, aztán szólunk az első háborúnak, éppen 105 éve lesz, hogy befejeződött a háború, és 105 évvel ezelőtt májusban mi a Piave környékén vívtunk elég komoly harcokat, és hát ezen kívül ennek a 175 évnek komoly feladata még a békefenntartás, aminek újkori békefenntartó műveletek első eseménye 50 évvel ezelőtt Vietnámban történt, úgyhogy arra is emlékezünk. Ezek mind komoly emlékhelyi események, ha úgy tetszik. És hát, hogy visszatérjek a dicső 175 év Pákozdi eseményeire, ebben az évben 25. alkalommal fogjuk megrendezni a csatához kapcsolódó, azt megelevenítő eseményt. Ez nálunk egy Honvéd Fesztivál keretében történik. Az idén szeptember 29-e egy pénteki napra esik, és mi a napján ezért összesen 2500 diák bevonásával egy hatalmas honvédelmi napot szervezünk, és összesen 700 diák bevonásával pedig eljátsszuk a Pákozdi csatát. És hogyha lesz pénz, mert hát ebből most ugye nagy fontosságú, hogy legyen, abban az esetben a rákövetkező nap a 31. évét ünneplő Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség szombaton megeleveníti a Pákozdi csatát. Hát ez lesz a mi ez évi fővonalunk, és azt hiszem, hogy ebbe két olyan eseményt mutattam be, ami minden körülmények között nagy nyilvánosságnak kíván megfelelni, és miután mi nálunk a
ez ténylegesen évek óta szintén nagy fontosságú, ezért mi ezt a családokra és egy ifjúságra koncentrálva szervezzük. Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást. Kristóf kollégámtól hallhattuk, hogy két új történelmi emléke is van, ami a dicsőséges tavaszi hadjárathoz kötődik. Az egyik Tápió Bicske, a másik pedig Isaszeg. És ugye kronológiailag tovább haladva, április 4-én lesz az évfordulója a Tápió Bicskei csatának. Ezen a napon tervezzük majd az emlékhelyet megjelölő sztélét is felavatni a helyszínen. Szeretném megkérdezni, hogy erre a napra, illetve majd egy évvel később, jövőre, amikor a 175. évforduló lesz, milyen programokkal készül a helyszín? Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Nekünk elég fix programjaink vannak. Gyakorlatilag, hát most már szerintem 33 évvel ezelőtt, amikor ez a civil szervezet megalakult, aminek most már én vagyok az elnöke, ők kézenfogva a tavaszi hadjárat szervezőivel elkezdtek nem csak az április 4-ére emlékezni, hanem, illetve ott voltak iskolai programok, és így a tavaszi hadjárat szervezőivel kezdte el ez a rendezvény kinőni magát odáig, hogy most már a csatát azt újra játsszák, illetve egy egésznapos programsorozattal várjuk a hozzánk érkezőket. Gyakorlatilag nálunk azért is vannak központban a gyermekek és a családok, mint hogy az iskolával indult el az egész emlékezés, mindig az iskolások emlékeztek. Nálunk van egy hagyomány, amit az 1800-as évek végén tett egy bíró, mi pedig mit szerint, amíg Tápió Bicskén gyermek él, minden év április 4-én kapjon egy zsemlét, ami abból a búzából készült, ami ugye azon a földön termett, ahol a hőseink hullatták a vérüket. Na most ez az 1800-as évek vége óta mi ezt tartjuk, ezt a hagyományt. Bent az iskolások szerencsésebbek, ők már buktát kapnak, de kint a csatatéren valóban zsemlét osztunk a gyerekeknek. Van gyerekcsata, ez is gyakorlatilag a 90-es évek óta még zokni csataként kezdődött. Most már egy picit fejlesztettük az eszközöket, de a gyerekeknek van egy a nagy csata előtt egy külön egy csata. Egy egész napos forgataggal várjuk a hozzánk érkezőket, hagyományőrző kézműves vásár, van népzenei színpadunk, ahol nem csak fellépnek az odaérkező néptáncosok, de egy ilyen kis táncházszerűen foglalkoznak mind a felnőttekkel, mind a gyerekekkel, illetve ami a napunknak a mottója, az az, hogy élő történelem óra a Tápió partján, és amikor is a hozzánk érkező gyerekeket, akik ugye nem Tápió Bicskén ülnek föl, ergo valószínűleg nem tudnak annyi mindent a napról, ott tényleg leültetik a Tápió partján, és elmesélik nekik, hogy miért is vannak most ők itt. Kicsit speciális helyzetben vagyunk, mi nem vagyunk egy intézmény, nem vagyunk egy jól körülhatárolt történelmi emlékhely, ugye ez egy szabadtér, egyébként egy... majdnem azt akartam mondani, hogy nemzeti park, de nem, hanem Natura 2000 azt hiszem, tehát, hogy kicsit behatároltak is a lehetőségeink. Nem működünk egész évben, nyilván ez egy cél, hogy bármikor és egész évben, hogyha hozzánk érkezik valaki, akkor azért így kapjon egy képet arról, hogy hol is áll ő most. Emiatt egy információs táblát állítottunk a Honvéd szobornál, és mind angol, mind magyar nyelven olvasható, hogy mi is történt ott. Egyébként ez egy nagyon klassz kis Tápió parti rész, nagyon sokan megállnak, nagyon sokszor piknikeznek ott, úgyhogy a jövőben, illetve már készülőben van egy applikáció, amilyen történelmi tanúsvényszerűen fogja bemutatni az ott történteket, illetve a tavaszi hadjárathoz köthető eseményeket. Lassan-lassan elkészül egy tájházunk is, ahol szintén kapnak helyet majd a 48-as történéseknek az emléktárgyai. Úgyhogy nyilván nekünk van egy nagy napunk, az április 4-e, és mi ezt próbáljuk mindig a legjobban és legszebben felépíteni, illetve nálunk két dolog nagyon fontos azon kívül, hogy hazavigyenek valamit a gyermekek, tehát hogy tényleg akkora élménnyel távozzanak, hogy egy év múlva is szeressenek visszajönni, illetve ami nagyon-nagyon fontos, amiatt, hogy mi civil szervezet vagyunk, bár az önkormányzattal karöltve dolgozunk, az, hogy legyen, aki tovább vigye azt, amit mi csinálunk. Tehát, hogy Tápió Bicskén is meg tudjuk fogni az ottani fiatalokat, és majd legyen, aki végzi ezt a munkát. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. És hát április 6-án pedig Isaszegen tervezzük avatni az emlékhelyet jelölő sztélét. Ugyanez lenne a kérdésem, hogy milyen programokkal készülnek, illetve a 175. évfordulóra is milyen programokkal készülnek. Igen, valóban ugye Tápió Bicskével együtt mi vagyunk a
Benne vagyunk az 5 legfiatalabb történelmi emlékhelyben, ugye az is a Szegi csatatér. Tavaly nyáron kaptuk meg ezt az elismerő címet, amit nagy örömmel fogadott is a Szeg lakossága. Ez számunkra nem csak büszkeséggel, hanem nagy felelősséggel is jár, hogy ugye megfeleljünk ennek a kitüntető elismerésnek, és kihasználjuk az ebbe rejlő lehetőségeket, mind turisztikai, mind akár emlékezetpedagógiai szinteken. A konkrét programot azt nálunk minden évben a művelődési ház állítja össze, az önkormányzattal egyeztetve, és a hagyományőrző szervezetek közreműködésével. Úgyhogy ez a program jelenleg még szervezés alatt áll, de hamarosan az isaszegicsata.hu weboldalon bárki számára elérhető lesz, és a Facebookon is, hogyha rákeresnek az Isaszegi csata oldalára, akkor ott a híreket folyamatosan fogjuk megosztani. Röviden ennyi. Köszönöm szépen. A jelenlevő Csikány Tamás professzor úr 1848-49-es Szabadságharc hadművészete című könyvében olvashatjuk, hogy a dicsőséges tavaszi hadjárat egyik stratégiai fő célja, hadászati fő célja Komárom felmentése volt, amit a honvédsereg bravúrosan megoldott. Komárom képviselőt kérdezném, hogy milyen programokkal készül április 26-ára. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Komárom a Monostori erődött történelmi emlékhely, és igazából ezen a emlékhelyen arra emlékezünk, hogy 1848-49-es szabadságharcban volt egy olyan vár, volt egy olyan védősereg, amely a szabadságharc világosi fegyverletétele után még másfél hónapig állt. Másfél hónapig példát mutatott hősiességből, hadviselésből, és hát ezt a várat, mint mindenki tudja, Klapka György védte a seregével, Klapka György vezéletével, és igazából a Monostori erő történelmi emlékhelye ennek az eseménynek, de hát nem ezen a helyen történt, mert talán mindenki tudja, hogy az a vár, amelyet Klapka György véd, az már nem Magyarország területén van, hanem a jelenlegi Szlovákia, Észak-Komárom területén áll. Ezzel kapcsolatban egy nagyon friss intuícióm volt. Pár nappal ezelőtt volt a utazás kiállítás, és Szlovákiának egy nagyon szép standja volt. Rengeteg ismertető kiadvány kipakolva, Kassáról, Szepességről, Felvidékről, Pozsonyról, Nyitráról, Nagyszombatról, a Tátráról. És amikor mint komáromi révén oda mentem, és hát kértem, mondom, Komáromról egy prospektust. Akkor kaptam egy olyat, hogy Csalóköz, és a Csalóköz Somorja, Dunaszerdahely, és jó pár hely, és a térkép legalján egy pici piros pont Komárom, és egy sajt kockányi vagy papír szeletnyi emlékezés, egy semmilyen arra utaló dolog, hogy ez híres hely, történelmi hely nem mutalt. Épp ezért a jelentősége annak, hogy Komáromban ezekről a történelmi eseményekről megemlékezzünk, és hát ennek igyekszik is a Monostori erőd eleget tenni. Nagyon sok Komárom átadása előtt Komárom környékén három komoly csata zajlik. Áprilisban, júniusban, júliusban, és ezeknek a csatáknak a emlékét is ápolja a Monostori erőd. A csaták időpontjához közeli időpontokban különféle olyan rendezvényeket tart, amelynek során hagyományőrök, nagy létszámú, korhű egyenruhába felöltözött huszárok és osztrák csapatok vívják meg újra és újra azokat a csatákat, emlékezve a régi hősökre, amelyek ugye azon a környéken zajlottak. Március 15-én viszont duplán emlékezünk, mert hát a márciusi ükök között van Komáromszülötte Jókai, aki
mindenképpen ezen a megemlékezésen szóba kell, hogy kerüljön. És hát megemlékezünk Klapkáról is. A idei programról talán pár gondolat. A erőd, tudva, hogy Komáromnak nincsen kőszínháza, és egy sátor van színpaddal felállítva az erőd udvarán, ezen egy rockopera kerül előadásra, amelyen a Költő visszatér című művet adják elő a szereplők. Fegyver és ágyú bemutató lesz, délután pedig Kormorán koncert fogja színesíteni a programot, de 10 órától 16 óráig egész napos kiegészítő programok vannak, amik igazából gyerekek, családok részére szolgáltatnak nagyon izgalmas programokat. Minden órában tárlatvezetés van, igyekeznek a tárlatvezetők kórhű egyenruhában végigvezetni a látogatókat az erőd falain belül. Ágyú és fegyver bemutató van. Itt mód és lehetőség van arra adott esetben, hogy a látogatók, akár gyerekek tüzérként az ágyukhoz hozzányúljanak, ők sütik el az ágyukat, tényleg fizikai valóságokban a fegyverekhez hozzáérhessenek, kézi fegyverek elsütésével játszhatnak. Aprót kiképzés van, tüzéravatás, vívásoktatás, fakarddal és egyéb ilyen nagyon dolgokkal. Gazdag program. Köszönjük szépen így akkor. Tehát ilyen programokkal várjuk és próbálunk megemlékezni Duna jobb partján a bal parti eseményekről is. Igen, nagyon dicséretre méltó. Köszönjük szépen. A szabadságharc talán legnagyobb szellemi vezér alakjának nevezhetjük Kossuth Lajost, akinek a szülőháza Monokon, szintén történelmi emlékhely. Polgármester asszonyt kérdezem, hogy be tud-e kapcsolódni ez az emlékhely valahogyan a 175. évfordulóba? Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát igen, természetesen, mint minden éven, a 175. évfordulót is méltóképpen szeretnénk megünnepelni. Annyit szeretnék elmondani, hogy 1948. március 15-én adták át a Kossuth Lajos emlékházat, tehát azóta látogatható. És még érdekességképpen, hogy ezen a napon gyulladt fel Monokon először a villanylámpa. Tehát ezt is az akkori híradásokból tudjuk, már akkor is nagy március 15-i megemlékezések voltak azóta is. Nagyon fontosnak tartom én is, mint én egy polgármester vagyok csak, ugye, de ezeket a megemlékezéseket én szoktam szervezni általában, hogy az elmúlt 12 évben, és fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek már picikoruktól hozzájáruljanak ahhoz, hogy eljöjjenek az emlékházba. Van biztos kezdetházunk, ahol 0-tól 3 éves korú gyerekek vannak, majd az óvodások, a kisiskolások, a nagyiskolások, és ezen a napon nekünk ez a nemzeti ünnep a március 15-e, és 11-én már elkezdjük a programokat, 11-én lesz egy ilyen 10 kilométeres forradalmi emlékfutás, ahol nem csak 10 kilométer, mert a szervezőkkel úgy döntöttünk, hogy legyen 5 kilométeres, és ugye a gyerekeket is bevonjuk éppen ezért az óvodásoknak egy kis séta, kis, hát minden korosztály találja meg a forradalmi futóversenyen a lehetőséget. Itt mindenki ajándékot kap, Kossuth Lajosnak arcképe lesz az érmen, úgyhogy itt is tudatosítjuk a gyerekekbe, hogy Kossuth Lajos igenis Monokon született, és hogy ki ő. Tehát a március 15-e ünnepség az, mint mindig már nagyon-nagyon régen, tehát ez elmúlt, én csak ugye 12 évről tudok beszélni, de már előtte is mindig március 15-én 11 órakor kezdődött. Nagyon sok miniszter tartott már ott ünnepi beszédet, a tavalyi évben dr. Varga Judit igazságügyi miniszterasszony mondta az ünnepi beszédet, ebbe az évben még most egy pici kis egyeztetés van, de majd látjuk, de minden évben vagy egy államtitkár úr, vagy államtitkárasszony látogat el hozzánk, vagy valamelyik miniszter, és még annyit szerettem volna elmondani, hogy az emlékházzal szemben van a Kossuth Lajos szobra, amit pedig 62. március 15-én avattak szintén.
Úgyhogy Kisfalul és Trópli Zsigmond, mellette van az emlékház mellett, még hogyha így elmondhatnám, egy tájház, amivel, ahol szintén nagyon sok Kossuth korabeli emléktárgy található. Van egy fodrászmúzeumunk, és van egy hatalmas nagy tér a Kossuth emlékházzal szembe, ahol az ünnepségeket tartjuk, és ugye ott van mindig a megemlékezés. És a futóverseny is onnan indul, úgyhogy... Nagyon szépen köszönjük, hát ezt érdemes átgondolni, tehát a monoki futóverseny kifejezetten izgalmasan hangzott. Forradalmi. Igen, ezzel az éremmel. Köszönöm szépen. És hát a szabadságharc egy másik jelentős személyisége Petőfi Sándor, akinek ugye a születésének 200. évfordulóját ünnepeljük tavaly és idén is. Úgyhogy a Petőfi 200 emlékév árnyékában nem tudom, hogy jut-e lehetőség a 175. évforduló megünneplésére. Ezt kérdezném meg igazgatóasszonytól. Természetesen jut lehetőség, törekszünk is erre, én is nagy szeretettel köszöntöm Önöket. A Petőfi emlékév, mint ahogy Zsolt is említette, Kiskörösön, illetve a Bács-Kiskunban nem csak egy év, hanem kettő, és igyekeztünk a programok összeállításánál törekedni arra, hogy Petőfi katonaként, illetve a március, illetve a forradalom és szabadságharcnak az eseményei is markánsan megjelenjenek a program kínálatban. Nem véletlen, hogy a tavalyi évben a Kiskörösi emlékév pont március 15-én nyílt meg, ekkor alakult meg az országban először a Kiskörös Petőfi 200 emlékbizottság is. Idén is nagyon fontos események fognak 15-én történni, ami országos jelentőségű is lesz, és ezen a rendezvényen szintén megkapja minden Kiskörösön tanuló elsős kisdiák azt a különleges Petőfi 200 emlékévre készült kokárdát a város képviselőtestületétől, amit felmenő rendszerben majd minden kisdiák magáinak tudhat a következő években. Nem csak a március 15-i programok kapcsolódnak a 48-49-es eseményekhez, hanem a július 31-e, ami számunkra ugye a költő eltűnésének, halálának az ideje is. Igyekszünk ezen a megemlékezésen is egy kicsit kitekintést adni a szabadságharc eseményeire, illetve olyan előadókat meghívni, akik ennek a korszaknak a jeles képviselői. És hát az október 6-a, ami kiemelten a szabadságharc eseményeivel foglalkozik, nagy örömünkre szolgál, hogy például Csikány Tamás, Herman, Robert professzor úr, Pejak István szinte, mintha hazajönnének, úgy vesznek részt ezeken az október 6-ai rendezvényeinken. Ők mondják az emlékbeszédet. Mindig nyílik egy időszaki tárlat Herman Robert professzor úr saját gyűjteményéből, és hát nagy szerencsénk van, hogy Krámer Iván magángyűjtő, aki ennek az időszaknak a jeles gyűjtője és képviselője, Kiskörösön él, és ő a saját könyvtárából, kézirattárából olyan kuriózumokat tud a múzeum rendelkezésére bocsátani az időszaki tárlatok idejére, mint például egy Kossuth kézirat, vagy olyan dokumentumok, kordokumentumok, amik arra tartanak számot, hogy valóban minden kiskörösi betérjen hozzánk a múzeumban. Ezeken kívül természetesen a Petőfi emlékévben minden korosztálynak igyekszünk olyan kínálatot biztosítani, ami méltó büszkeséggel tölti el a kiskörösieket, és hát ezeknek a rendezvényeknek az a célja, hogy a kiskörösiek Petőfihez kapcsolódó identitását erősítsék. Köszönöm szépen! Mi köszönjük szépen, és hát a csúszás miatt megértésüket kérem, de kifejtős kérdést nem tennék föl többet, viszont még villámkérdést egyet, hogy mitől családbarát az Önök emlékhelye? Ugyan már erre többen utaltak az elmúlt beszédekben, de hogyha esetleg 3-3 mondatban mindenki nyilatkozna egy perc szembelül, azt megköszönném. Tehát mitől családbarát az Önök emlékhelye? Köszönöm szépen. Családbarát, hát elég sok olyan dolgot, amit már itt felvetettek, a pelenkázótól, a gyerekeknek a mosdóban, a fellépés segítő állványoktól kezdve, a büféjé, a
olyan kiszolgáló helyiségek, amik mind-mind kellemesebbé teszik a ott létet, ez a monostori erőben megvan. Van még nagyon sok olyan dolog, amit akár itt megkapott ötletként biztos vagyok benne, hogy fogunk majd hasznosítani. Például az emlékhelyekre megemlékezésnek a kirakását biztosító gyertyák, szallagok, egyedek, koszoroknak a biztosítása, vagy éppen láttam egy nagyon frappáns ötletet, ami nálunk azért elég gyakran előfordul, hogy telefontöltésre, zárt helyen lehetőségek. Tehát vannak olyan ötletek, amiket biztos, hogy a erőd az elkövetkező időben fog hasznosítani, de úgy érezzük, hogy a lehetőségekhez képest eléggé jól állunk ezen a téren, és hát nagyon sok gyerek van. Tehát én el tudom mondani azt, hogy éves szinten, különösen az iskolai végén, amikor az osztálykirándulások elindulnak, van olyan nap, amikor 7-800 tanuló látogatja meg a monostori erődöt, és azért ekkora társaságot kell tudni rendesen kezelni, vezetni, kell információt adni, és erre azért az erőd jelenleg képes. Köszönöm szépen. Nálunk Kisesszegen van egy nagy kincs, ez a Falu Múzeum. Itt ül egyébként a gyűjteménykezelő Szmolica Jóska is a közönség sorában. Ő az, aki mindent tud Isaszeghely történetéről. És a Falu Múzeum kidolgozott egy isaszegi Kajlakör túra nevű ismertető füzetet, az 1848-49-es Honvéd hősök nyomában alcímmel. Ez nyújt segítséget az isaszegi csatatér, mint történelmi emlékhely meglátogatásához és megismeréséhez a kisgyerekkel érkező családos vendégeknek. A kajlás családok részére kidolgozott túra 5,6 km hosszú, de szakaszosan is teljesíthető. Útvonala a Falu Múzeumtól indul, a tornacsarnokunk falán lévő görgei emléktáblán túl a Honvéd szoborig, a Honvéd sírokig, a Szent Márton templomig és a Városháza falán lévő Viszocki emléktáblán át, vagy ezt érintve végül visszakanyarodik a Falu Múzeumhoz, tehát az egy közel 6 kilométeres kiránduló útvonal. Ennek teljesítéséről a családok egy kitűzőt vehetnek át, és ezzel a programmal is szeretnénk minél több kisgyermekes családot is a szegre csábítani. De amint mondtam, mi még ugye nagyon friss történelmi emlékei vagyunk, a sztélénket is csak most április 5-én vagy 6-án fogják felavatni, úgyhogy nekünk még nagyon sok feladatunk van ennek kapcsán, de örülök, hogy itt lehettem ezen a konferencián, hiszen egyébként jó ötleteket jegyzeteltem föl magamnak, amiket is a Szegen is majd igyekszünk megvalósítani. Köszönjük szépen! Csatlakozom az előttem szólóhoz, hogy rengeteg ötlet és még több feladat áll előttünk, mint amire eddig gondoltunk, de családbarát azért. Nálunk is van pelenkázó sátor, eszközökkel és egy személyzettel felszerelve. Szeretnénk az a jövőbeni terv egy gyermekmegőrzőt, ahol az óvodapedagógusokat szeretnénk bevonni. De van egy céggel egy nagyon jó kapcsolatunk, akik minden évben eljönnek hozzánk, és kifejezetten gyerekprogramokat egy lekerített részen gyerekekkel foglalkoznak, egészen a piciktől, a 3-4 évesektől, egészen a nagyobbakig, ahol ilyen hagyományőrző játékokat játszanak a gyerekekkel. És azt gondolom, hogy a csatanapja nem is lehetne interaktívabb, mint hogy gyakorlatilag minden megfogható, és mindenki próbálható már, amennyire a hagyományőrzők éppen kötélnek állnak, de hogy tényleg, hogy az egyenruhát felpróbálhatják a gyerekek, ha honvédgyalogosok a szabját, a puskát meg tudják a gyerekeknek mutatni, ha szerencséjük van, a huszárok fel is veszik őket a nyerekbe. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ott tényleg az egészen piciktől a nagyobb gyerekekig mindenki jól érzi magát, és mindenki élményekkel térhet haza. Csatlakozom az előttem szólókhoz. Mi 10 éve próbálkozunk azon, hogy megfeleljünk a egyre nagyobb elvárásoknak, és hát hál' Istennek ma is találkoztunk sok minden újjal. Annyit azért elmondanék, hogy a legfontosabbnak mi a... Nem, tehát biztos, hogy első az, hogy milyen
infrastruktúrális elemeket tudunk biztosítani, ezeket mi megteremtettük. Ezen túl, amiért dolgoztunk, az elsősorban foglalkoztatás, és az, hogy a gyerekeknek adjunk olyan programot, ami őket leköti. Mi hosszú évek óta foglalkozunk ilyen különböző animációs programoknak a kidolgozásán. Nálunk 10. éve működik ez a nagyszülő unokával program, ami változó sikerrel van. Folyamatosan segítjük azt, hogy olyan animációs programok legyenek, amik ténylegesen lekötik a családokat, és hát örömmel vesszük azt, hogy eljutottunk oda, hogy a Nagycsaládosok Országos Szövetségével azért, ha nem is ilyen több ezer fős, de több száz fős programokat évente megrendezünk direkt részükre. De ugyanezt a képességünket használja fel a hadsereg különböző alakulatai, szintén ilyen családi napokra, illetve a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége az ifjú bajtás vagy kisbajtás programoknak a megszervezésére. Az is örömmel tölt el bennünket, hogy az idén már lesz a piciknek is talán program, és hát ez a Plukidó, amit itt be lett mutatva, nekünk a jövő héten talán megjelenik ehhez kapcsolódó első fizetett programunk, és hát hogyha elszáguldanak majd a 50-es kilométer körül a strádán, akkor valószínű bekapcsolódik majd az, hogy beszél, egy messez fog szólni a Miska Huszáról. Mindezt a törekvésünket az Országos Szövetség bronz bölcsődíjjal jutalmazott, ezzel is tudjuk azt, hogy van még egy ezüst, meg egy arany, tehát van még mit csinálunk, de hát gondolom, hogy a ma elhangzottakat követjük, akkor előbb-utóbb el fogja érni a Katonai Emlékpark majd a nagyobb, értékesebb díjat is. Gratulálunk a kitüntetéshez, és további sok sikert kívánunk. Én nagyon röviden egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni. A Múzeum Együttesünk legfiatalabb tagja, János Vitéz Látogató Központ tavaly január 1-én került a múzeumunkhoz, ami egy teljesen interaktív tárlat, és kimondottan családoknak, illetve diákok számára készült. Ha megnézzük a látogatóknak a megoszlását, akkor a családos látogatók száma az kimagasló a János Vitéz Látogató Központ esetében. Miért vonzó ez a tárlatunk? Petőfinek azt az egyik leghíresebb művét mutatja be, amit mindenki ismer. Iskolai tanulmányaink alapján én azt gondolom mindannyian több szakaszát is fel tudnánk most eleveníteni. Egy olyan interaktív módon mutatja be a János Vitéz történetét ez a tárlat, hogy valóban átélhetővé válik. Bejutunk egy labirintusba, és több kalandon keresztül egy tabletes tárlatvezetéssel hang- és fényhatások és hihetetlen jó effektek kísérik az utunkat. Manuális és digitális feladatokat is meg kell oldani, és ugyanazt az utat járja be a látogató, mint Kukorica Jancsi János Vitéz történet. Ez azért fontos, mert itt a bevonódás az teljes mértékben megtörténik. Ugye, ha beszélünk egy történetről, akkor megértünk belőle egy felső réteget, ha elvégzünk valamit, akkor a még nagyobb réteget, még jobban fogunk rá emlékezni, de hogyha élményszerűen átélünk egy történetet, akkor az hosszú távra megmaradhat az emlékezetünkben. Úgyhogy én a János Vitéz Látogató Központba is, és természetesen Kiskörösre is, a megújított kiállításaink megtekintésére is nagy szeretettel hívok minden egyes jelenlévőt. Köszönöm szépen! Mi is köszönjük! Én irigykedve hallgattam ezt az előadását igazgató asszonynak. Mint az előbb is említettem, már az emlékházunk elég régen került átadásra. Körülbelül 74-ben volt utoljára felújítás, és most nagyon várjuk. 300 millió forintot ígértek, de hát azt mondták, 550 kell, na hát ezt az interaktív dolgot majd talán akkor mi is meg tudjuk valósítani, ami így benne van a tervben. Azt azért azt szeretném mondani, hogy 2014-ben iskolabarát emlékház lettünk, és az iskolabarát emlékház akkor azt jelentette, hogy egy helységet, ami nem tartozik az édeszülöttem Zemplén kiállításhoz, hanem egy ilyen hátsó taktusban kialakítottunk egy ilyen
kézműves foglalkozás, tehát vannak, csákót csinálnak, itt van az emlékháznak a vezetője is, csákót gyártanak, ez benne van a programban már évek óta, kokárdát fűznek, gyöngyfűzés, tehát próbáljuk mi is a gyerekeket bevonni, de hát ilyen manuális dolgokkal és nem interaktív, de mindenféleképpen igazából a nyári diákmunkás középiskolás vagy egyetemista lányokat, fiúkat pedig ilyen felváltva az emlékházba szoktuk dolgoztatni. Nekik az a munkájuk, hogy a családoknak besegítsenek és gyermekfelügyeletet vállaljanak. Tehát mindenféleképpen próbálunk mi is ugye a családosokra, mert úgy látjuk, hogy ez a tendencia, hogy most már egyre több család jön. Tehát jönnek Tokajhegyaljára, és Tokajhegyaljára és családok jönnek tényleg. Még régen az iskolások jöttek, busszal jöttek a kirándulók, most egyre több család érkezik, és mi is ráálltunk ezekre a gyerekmegőrzésekre és gyerekfoglalkoztatásokra. Ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen. Sok sikert kívánunk a felújításhoz és a programok megvalósításához. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen.